Sziasztok, üdvözlök mindenkit itt a Best Mixer iskola YouTube csatornáján, ahol a tőlünk megszokott módon közkedvelt és közismert italokat mutatunk be nektek. Ebben a videóban se lesz ez másként, hiszen közeledik a nőnap, és arra gondoltunk, hogy erről mi nekünk is meg kell emlékezni. Pont ezért egy nagyon elegáns, nagyon klasszikus női itallal fogunk kedveskedni nektek, ami nem lesz más, mint a White Lady. Az első március 8-hoz köthető esemény 1857-ben történt, amikor az emberi munkafeltételeket és a magasabb bérezést követelő textilipari női dolgozók tüntettek New York utcáin. A nemzetközi nőnapot egészen pontosan 1917 óta a női egyenjogúság és a nők emberi jogainak napjaként minden év március 8-án ünnepeljük világszerte. Magyarország a nőnapi felhíváshoz 1913-ban csatlakozott először, amikor az Országos Nőszervező Bizottság röplapokat osztogatott. Ezt követően különböző időpontokban tartották az eseményt, de igazából 1948-tól más országok mintájára március 8-a lett a hivatalos nőnap. A rendszerváltást követően Magyarországon is elvesztette eredeti munkásmozgalmi hangulatát, ehelyett egy virágajándékozási ünneppé alakult át. Mai nőnapi italunk a White Lady koktél, eredeti receptúrája még 1919-ből származik, Henry McElhone-tól, aki először a Cheers klubban Londonban mutatta be az italt. Ugyanakkor a Savoy Hotel American Bar koktélkönyvében az italt mégis Henry Craddocknak delegálják, mely 1930-ban jelent meg. Joe Gilmore a Savoy Hotel head bartendere, Stan Laurel és Oliver Hardy kedvenc italaként emlékszik vissza a White Lady-re, mely azóta is előkelő helyen szerepel a legkeresettebb klasszikus koktélok körében. Az italt több nagy író is említi egy-egy novellájában, csak úgy, mint Joe Le Carré, Dorothy Sayers és maga Ernest Hemingway is. Lássuk, így készül a White Lady. Elkészült tehát a White Lady. Ha tetszett ez a videó, lájkoljátok, osszátok és tudjátok, kövessetek minket egyéb social media felületeinken. Ezzel az itallal és ezzel a videóval pedig minden kedves hölgynek nagyon boldog nőnapot kívánunk az egész Best Mixer iskola nevében. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!